Tisztelettel köszöntöm, hölgyeim és uraim! Közel két hónapos kihagyás után ismét útjára indul a Vákállajos műjégpályán. A korong, a hátvédünk hozza fel a korongot és veszélyesen beteszi a kapu elé, azt azonban ott nem talál játszótársat magának, így jöhet a debreceni kontra, hát, ami nem is kontra, hanem már is vezető gól. Jól látom, akkor a 77-es számú Clint Filbrandt adta középre a korongot. Ha jól látom, akkor Fodort találta meg. Fodornak a lövése azonban nem talált utat, viszont a túloldalon a debrecenieknek sikerül megszerezni a második gólt is. Ugyancsak egy távoli lövés, ami a kapuvasról kipattant. És egy nagyon nagyszerű passz, Tussignon! És Tussignon mértani pontossággal kilövi Hetényi kapujának a jobb felső sarkát, a kapuvasat is érintve került a felső sarokba a korong, így sikerül Blackwater blokkolta Sándor lövését. És egy újabb helyzet, egy az egyben a kapu előtt, és gólt mutat a játékvezető, annak ellenére, hogy Adorjánt is belökte a kapuba a debreceni csatár, de úgy néz ki, hogy már azelőtt bekerült a játékszer a hálóba, de ezúttal viszont nem sikerült elhozni Novotnival szemben a bulit, és figyelem közben is újabb hatalmas hiba, ezúttal Ládai adja el a korongot a saját harmadban, amire lecsap a 73-as számú Jan Dalecki, és kiméletlenül kihasználja a lehetőséget. Adorján füle mellé felemelte a csecsatára kolongot, de sikerült megszerezni. Bece nagyon szép paszt adott, és tovább Kopsznak. Kopsz egyedül vezeti rá Hetényire a korongot, és ki is használja a frissen igazolt amerikai légiós a helyzetet. 4 perc 29 másodperccel a mérkőzés vége előtt Kopsz találatával szép itt a sportklub. Tehát mindegy, hogy most 4-2 vagy 5-2 vagy akár 6-2 lesz az állás, ez semmit nem fog változtatni a tényen. És ez meg is történik, a debreceniek elhozzák a bulit is a saját kapu elől. Az egyik hátvéd, nem látom, hogy ki az. 5-2-s debreceni siker. Folytatása Vákállajos műjégpályán péntek este az Éllovas Macújbuda ellen. Hát ott sem lesz sokkal könnyebb.